Sziasztok! Ismét élőben jelentkezünk, és mint ígértük, egy picit engedünk betekinteni titeket Phobos, az új mentőkutya tanonc életébe. Ugye ő a Pest Megyei Kutató Mentőszolgálat új kiskutyája, egy 2,5 hónapos labrador kölyök, és arra gondoltunk, hogy ezt a felemelő pillanatot, amikor egy mentőkutya először a romokra lép, azt ti is végig követhetitek velünk. Úgyhogy mindjárt át is váltok Phobosra, aki már itt topzódik körülöttem, és megnézzük, hogy mit szól ahhoz, hogy először a romokra fog lépni. Phobos még annyira nem érzi át ennek a komolyságát, ahogy nézem, mert konkrétan itt a hátán fetrengve próbálkozik megenni a kezemet. Áú, Phobos, az nem jó így. Úgyhogy vissza is adom Phobost Andrásnak, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is megy először egy kiskutya a romra. Phobos. Még nem tudja, hogy merre van, úgyhogy kicsit nehéz lesz ezt megértetni vele. Úgyhogy nézzük Phobost. Itt még a füves részen vagyunk. Már most koszos lett, pedig nem is volt még a romon. Ez egy érdekes dolog, és akkor nézzük az első akadályokat. Eddig jól teljesít. Úgy ilyenkor csak ilyen nagyon játékosan, pici törmelékeken szoktuk őket felvinni, és mindig csak annyit csinálnak, amihez kedvük van. Phobos egyre ismerkedik a törmelékekkel, ismerkedik a szagokkal, illetve hát persze iszonyatosan sok jutalomfalatot kap. És mindjárt egy pici játékot is fogunk vele játszani. És még Andrással körbe járják itt ezt a kis összedöltött épületet. Ugye ez az egyik gyakorló helyünk, ahol szoktunk gyakorolni a mentőkutyákkal. Phobinak meg volt az első elesése is. De úgy látszik, hogy nagyon jól viseli a dolgokat. Igazából nem is nagyon érdekli az, ami történik. Már a nevére is hallgat. András egy kicsit nehéz feladat elé állította, de kíváncsi vagyok, hogy megoldja-e. Ugye ezeken a kis téglákon kell átkelnie majd, de Phobos inkább a könnyebb utat választja. Phobos! Itt most tökéletesen láthatjátok, hogy hogyan tanítjuk meg őket mozogni. Ugye az ember azt hinné, hogy egy-egy ilyen kutyusnak nagyon egyszerű ezeken a törmelékeken mozognia, de ezt mind tudatosan készítjük elő és tanítjuk meg őket ezekre a mozgáskoordinációs játékokra. Ugye most látjátok, hogy váltottunk egyet, itt két ilyen lépcsőfokon kell fölküzdeni magát, aztán András át fog menni itt a téglákon. Az ember azt hinné, hogy ez milyen egyszerű, közben egyik legnehezebb romterület a tégla, mert mindegyik mozog. Phobos közben beköszön nektek. Phobi, gyere. És Phobi a téglákat is jól veszi. Gyere. Jó, és akkor játszunk egy olyan játékot, hogy megkérjük Atit, hogy fogja meg Phobost. És András egy viszonylag könnyű helyre el fog futni, és hívogatja Phobost, egyrésztről fejlesztjük a beifatóságát. Phobos. Másrésztről pedig elkezdjük azokat az elfutós játékokat. Már mehet is. Amiből aztán a keresés lesz, ugye igazából ez a kutyusoknak egy jó nagy bújócska. Persze most lebutítva látjátok. Ilyenkor csak örülünk nekik, megkapják a jutalmat, és utána ezt bonyolítjuk egyre jobban. És gyakorlatilag már teljesen elzárt személyeket keresnek a jól menő mentőkutyák, úgyhogy nem látják előtte az elfutó embereket, és akkor ebből lesz a végén az, hogyha sok ezerszer megcsinünk, akkor meglátják a romot, bekapcsolnak, és azonnal mennek keresni, és hát ugye gondolhatjuk, hogy a mentőkutyák azok hősök, és azért dolgoznak, hogy megtalálják az eltűnt szemét, de igazából a gyakorlásokon persze azért dolgoznak, hogy megtalálják a szemét, és megkapják a jutalmat, úgyhogy ilyen pozitív megerősítéssel történő nagyon nagy bújócsk ez az egész. Atit megkérem, hogy még egyszer fogjuk meg Phobost, és akár felemelve is hozd el nyugodtan Andrástól. Sőt, le is viheted a romról. És akkor András meg újra el fog neki futni, és Phobos pedig majd jól fölrohan utána a romon, és képességéhez, vagy a képzettséghez is való alkalmazkodva megtalálja. Látjátok, Phobos már szeretne menni. Megvárjuk, ameddig ugat egyet, majdnem, tök jó. És megvan András, és megvan a nagy örömködés. Így örül gazdiának Phobos. És akkor még egy utolsót csinálunk, ugye a kiskutyáknál ezt a pár percet szoktuk csak tréningezni. Most Ati addig fogja fogni, ameddig Phobos nem nyekken egyet, vagy ugat egyet, hogy annyira szeretne menni a gazdi után.
még nem biztos, hogy ez lenni fog. Ugyanúgy, nem baj, megpróbáljuk. Ati ugyanúgy vidd le létsz a romra, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Ugye András, jutalomfaladtan motiválj meg leginkább a, azzal, hogy ő mint a gazdi elmegy onnan. Látszik, hogy Fobosz mennyire szeretne menni. András furán viselkedik, de hát nem baj. Látjátok legalább a szürke hétköznapjainkat is. Hát, hogyha nagyon szeretne menni, akkor nyugodtan engedd el. Amikor nyilván ez erőszakosan. Oké, szuper! És akkor mehet a nagy örömködés. Bravo! Nagyon jó! Jól van. Na, szóval hát ilyen egy mentőkutyás kezdő tréning egy 2,5 hónapos kis labrador kölyökkel. Ugye láthatjátok, hogy hogyan kezdjük el felépíteni az ő kis életüket itt a mentőkutyák világában. Most egy picit elköszönünk, és ha már így belefogtunk ebbe a tréningbe, akkor nem sokára egy 10 perc múlva mondjuk újra jelentkezünk, és akkor megmutatjuk, hogy hogyan csinálja ezt egy jól működő és már képzett mentőkutya. Szerintem ez a kutyus most Rimi lesz, aki szintén fekete, és akkor maradunk a feketéknél, meg valószínűleg beletekintünk Zulunak a jelzésébe egy picit, ugyanezen a romon látjátok majd, hogy hogyan csinálják azok a kutyák, akik már nem látják elfutni a személyeket, tehát nem hergeljük vagy motiváljuk őket, hanem szimplán, mint hogy egy összeomlott épületnél elkezdenek keresni. Bemutatom majd az épületet, hogy mekkora területen és milyen gyorsan dolgoznak ezek a mentőkutyák, és akkor lehet, hogy mindenki majd megérti, hogy miért is annyira fontosak egy-egy szituációban, például amikor egy összedőlt épület romjai között kell megtalálni a túlélőket. Szóval búcsúzunk akkor Fobosztól, aki teljesen elérzékenyülve. Hello Fobosz! Eszi meg az emberek kezét. Au! És akkor egy 10 perc múlva jelentkezünk egy nagyobb mentőkutyával, szóval Fobosz, sziasztok!